Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Gyesev Intercity vonatot fogom nektek bemutatni. Ez a vonat ez úgy néz ki, hogy van egy Vectron villanymozdonyunk és három darab Raber City Intercity kocsink. A mozdony Pikó gyártmányú, a kocsik pedig Rokó gyártmányúak. Kezdjük is a szemlét a mozdonnyal, a Pikó expert kategóriás Gyesev Vectron mozdonyával. Ugye ez a mozdony egy picit, hát hogy is mondjam, megosztó, ugyanis megjelenése idején ugyan olcsóbb volt a Rokónál, és nagyon jó vételnek tűnt, azonban az a helyzet, hogy a 10.000 forint körüli árelőnyét a sajnos bizony a különböző kisebb részletekben el is bukta. A tetőkert ugyan nagyon jól néz ki, ugye ez már a frissített Vectron tetőkert, rendes, nagyon szép, jól kidolgozott áramszedőkkel és különböző kis porcelán és egyéb szigetelőkkel, valamint vezetékekkel. Azonban ezek a részletek annyira nem tudják felettetni a mozdonynak az elejét, ami sajnos örökölt pár klasszikus Pikó hobbis dolgot, mint például az ablakra ráfröccsöntött ablaktörlőket, amik ráadásul úgy vannak megcsinálva, hogy itt látszik, hogy gyakorlatilag el van vágva, itt egy része az alja a kasznira van ráfröccsöntve, a felső része pedig az ablakra, hát ez nem egy túl szép megoldás. Ugyanitt ezek a kis kapaszkodók, ezek külön darabok, azonban a mozdony oldalán található kapaszkodók viszont a kasznira vannak ráfröccsöntve, illetve valamiért itt oldalt ez a kis kamera, visszapillantó kamera is olyan, hogy gyakorlatilag csak egy tamponozott darab. A mozdonynak a festése, hát ez is egy érdekes dolog, mivel hogy van egy alapfehér színű színe, itt fönt látszik, hogy ez a zöld szépen kimaszkolva festve van, és oldalt ez a Gyesev logó, illetve ez a kis grafika, ez gyakorlatilag ez nyomtatott valami. Ha közelebbről megnézzük, akkor látszódik a tintasugaras nyomtatónak az a jellegzetes mintázata. Viszont itt fönn ez a Gyesev felirat, ez viszont tamponálva van rá, tehát eléggé, hogy is mondjam, változó minőségű a mozdonynak így ez a része, a festése. Nem tudom, a gyártók miért indultak el ebbe az irányba, hogy nyomtatni kell rá az ilyen különböző grafikákat. Szerintem nagyon szépen meg lehetett volna ezt csinálni maszkolással, vagy akár megfelelő tamponálással is. A feliratok azok viszont rendben vannak, mind itt az oldalán, mind a mozdony elején. Nagyon jól sikerült, ugye mindenhol tamponozott, tamponált feliratok vannak. A forgóvázra már nem jutott túl sok minden, úgyhogy ott ne is nagyon keressük a feliratokat, viszont ide a trafóra itt jutott még egy kis tamponozott felirat, illetve a túloldalt is látszik, hogy itt az alvázon, ezeken a kis ládákon itt fölkerültek a különböző kis jelzések és egyéb dolgok. A mozdony elektromosan ugye egy Plux 22-es panellel van szerelve, be lehet szerelni hangdekódert is a gépbe, viszont sajnos valamiért a Plux 22-es funkcióit nem igazán sikerült a gyártónak kiaknáznia, gyakorlatilag a kapcsolható végzárfényekben kimerül az, amit a mozdony világítás technikailag tud, ez egy kicsit szomorú dolog, nem is nagyon érdemes 16-osnál komolyabb dekódert beletenni, mert nem fogjuk tudni kihasználni a különböző funkcióit. Csak viszonyításként, kontrasztként például a Rokó mozdonyában van külön fülkevilágítás is, csak hogy úgy megemlítsük azt a dolgot. A mozdony alváza egyébként szépen ki van dolgozva, jó kis éles kontúros vonalak, illetve itt az alváz berendezések is ugye egy expert géphez képes szépen meg vannak csinálva. Ugye nem az a minőség, mint ami a Rokókon van, egy picit egyszerűsítettebb bizonyos részeibe, itt a forgóváznál is a gép, de ahhoz képest, hogy mondjuk egy Pikó hobbi mozdony mennyire el volt nagyolva, ahhoz képest nagyon szép kis fejlődés. Futástechnikailag a géppel nincs semmi baj, nagyon jó
lassú menete van, nagyon szép egyenletesen fut a mozdony, minimális az áramfelvétele, iszonyatosan halk, szinte semmi hajtás zaj nem jön belőle. Ugyan benne is ugye az a klasszikus, most már lassan a Rokónál is mindenhol használt kínai motor van. 2017-ben vettem ezt a mozdonyt. Eddig nem volt vele semmilyen gond, hát reméljük nem is lesz. Mondjuk olcsóbb egy ilyen motor, mint egy Rokó motor, de hát azért csak reménykedjünk benne, hogy nem megy tönkre. Úgyhogy vonóereje is nagyon szép a gépnek, tapadógyűrűs kerék van rajta itt és itt, tehát itt átellenes oldalt a két forgóvázon, gyakorlatilag bármilyen szerelvényt viszonylag könnyen el tud vontatni, illetve ugye kurszkuplung kinematikával van szerelve, tehát szépen egyenesbe közelhúz, ívekben pedig eltávolítja a szerelvényeket. Amit viszont a Pico nagyon jól megoldott, hogy ez a mozdony gyakorlatilag bárhol elmegy, bármilyen szerelvény összeállítással, bármilyen kombóval össze lehet rakni. Siklás, szétakadás vele még nem volt, úgyhogy ezen a téren azért hozták a formájukat, és sikerült egy olyan jó játszható kis mozdonyt kiadniuk, ami tényleg nem fog problémát okozni, még a legszűkebb években sem. Hát a mozdony után nézzük meg a kocsikat. Ugye ezeket a kocsikat a Gyesev annak idején használta, vásárolta az ő BB-től, és ezt az újabb, hát eléggé megosztó színtervet kapták ezek a járművek. Szerintem annyira nem rossz a dolog, bár kicsit kevésbé következetes, mint a régi klasszikus gyeseves színterv. Annyit lehet róluk elmondani, ugye ezek a klasszikus Rokó ÖBB Eurofima kocsik, illetve azoknak a egyik változata. Itt ugye ezzel az SGP forgóvázzal vannak szerelve. Ami a Rokónak nem sikerült, az a kocsi exakt leképzése. A két fő probléma itt az ajtóknál, illetve az ablakoknál van. Ha megnézzük az igazi kocsiról készült képeket, rögtön föl fog tűnni, hogy bizony az ajtók azok nem ezek a fajta ajtók, mint amik ezeken a kocsikon vannak, hanem az újabb, már kisebb ablakkal szerelt ajtók vannak a Gyesev nagyvasúti járművein. Az ablakoknál a probléma ott pedig abban rejlik, hogy ha jobban megnézzük, itt ugye felváltva vannak a folyosó soron teli és bukóablakok, illetve a fülke sori oldalon ott végig bukóablakos a kocsi. Na most az igazi kocsi az végig tele ablakokkal van, tehát ott nincs bukóablak, ez se képezte le megfelelően a gyártó. Én igazándiból azt mondanám, hogy megfelelő távolságból ezek a részletek annyira nem feltűnőek, de azért, na ezeket, hát hogy is mondjam, a Rokónak egy nagyon régi elmaradása az, hogy az Eurofima kocsijait nem módosította a szerszámokat, hogy leképezze az éppen aktuális upgrade-elt ÖBB-s kocsikat, és ezek miatt minden olyan kocsi, ami belőlük készült, valamilyen szinten formailag nem lesz helyes, ugye az ajtók és az ablakok miatt. Egyébként minden más tekintetben ugye egy klasszikus Eurofima kocsival van dolgunk, ugyanaz az alváza van neki, ugyanaz a kis forgóváza. Futástechnikailag egyébként nincs velük gond, nagyon jól eljárnak gyakorlatilag mindenhol, könnyen gurulnak, szépen egyenletesen siklanak a sínen, nem ki a sínről. Illetve ugye a kapcsoló rendszerük is nagyon megbízható, nagyon masszív, stabil, nem hajlamos a szétakadásra. Ami az ő festésüket és feliratozásukat illeti, hát a Rokót is elkapta a gépszí, és ők is részben áttértek erre a csodálatos nyomtatásos dologra. Itt is azt látjuk, hogy itt ez a szürke a tetején, illetve ez a zöld alapszín, ez festve van, illetve a sárga, hogyha jól látom, a sárgának az alapja van vagy tamponozva, vagy maszkolva, viszont itt ez a világos zöld csík, ő már nyomtatott a Raber City felirat, itt látni némi eltolódást a betűk széleinél, hogy ott annyira nem sikerült a dolog, illetve itt a sárga színnél is én azt látom, hogy egy alapszínre, mintha rányomtattak volna még egy kis árnyalatot, távolról nem látszik,
de közelről makró képeken borzasztóan zavaró tud lenni. Nem az a klasszikus, szép, egyenletes színű a kocsi oldala, mint amilyennek kéne lennie. Ezekből a kocsikból három különböző verzió van. Van egy első másodosztályú és két másodosztályú külön pályaszámokkal. Valójában, mivel ugye az első másodosztályú is ugyanúgy 11 ablakos, ugye ugyanarról az alapformáról beszélünk, itt ugye az eltérés csak abban van, hogy máshogy van feliratozva, illetve a kocsi belsejében az ülések színei, hát ez most annyira nem fog látszódni, azok eltérőek, az első osztályon fekete színű ülések vannak, ugye azok reprezentálják azt a bőrülést, ami ott van, a másodosztályú részekben pedig ez a ilyen kékes árnyalatú ülés került a kocsikba. Hát összességében elég jól reprezentálja ez az egész szett, főleg ez a három kocsi azt, hogy hol tart manapság az elmúlt években ugye a rokó. Egyrésztről nincs velük baj, másrésztről viszont ezek az apró hibák, annak a hiánya, hogy nem fektettek be abba, hogy megcsinálják a szerszámbetét módosítást az ajtókhoz és az ablakokhoz, és itt csak nem a Gyesevről beszélünk. Ugyanezek az ÖBB kocsik futnak a Csevasutaknál, illetve milyen meglepő az ÖBB-nél is, ugye már a módosított kisebb ajtókkal. Ezeket nem lépte meg a rokó, nyomja magából továbbra is a közel majdnem 40 éves, 35-40 éves formával ezeket a járműveket. Annyit érdemes még tudni, hogy a módosított ajtós alapkocsi, azaz Acme-nak van, és most már a Picónak is van olyan Eurofima kocsia, ugye a RegioJet-es verziót csinálták ők meg, ami ezekhez a kocsikhoz is jó alap lesz, úgyhogy lehet, hogy egyszer fogunk ebből látni Picó-féle kocsikat, már forma helyesen. Ugye ezek a szerelvények jellemzően az egyes vonalon közlekednek forgalomba állításuk óta. Jellemző ez az itt látható három kocsi plusz mozdonyos felállítás. Mozdonyból még lehet egyébként eléjük rakni akár MÁV Traxot, akár MÁV Tauruszt, illetve bizonyos esetekben még Gyesev V43-as is húzta a szerelvényt, hogyha éppen nem volt más hadrafogható mozdony. Úgyhogy eléggé széles itt a variációs lehetőség, lehet azzal is variálni, ezek a szerelvények közlekednek négy kocsis kivitelbe, ott van még pluszba még egy ilyen Rubber City-s kocsi, illetve Szombathely fele úgy járnak, hogy ez a három kocsi, és van még kettő darab mávos kocsi, jellemzően DVA vagy KAF kocsik vannak mögé sorozva, újabban már az új MÁV színterves KAF kocsikból is belekerül egy-egy darab a DVA-k mellé. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!